Köszöntöm Önöket, ez már a Pécs TV sportmagazinja. Megkezdte a felkészülést a következő szezonra a Peac Pécs női kosárlabda csapata. Az együttest immáron új vezetőedző irányítja, Csirke Ferenc, a játékosok mellett vele is beszélgetünk majd. Felkészültek? Akkor rajt! Március végén már sikerült velük megegyeznem. Megmondom őszintén, amikor bejött ez a vírus helyzet, akkor úgy voltam vele, hogy nem nagyon szeretnék rizikózni se, vagy esetleg várjak május-júniusig az ajánlatokkal. Hála Isten, a Peacnak egy nagyon komoly ajánlatot kaptam tőlük. Itt most arra gondolok, hogy minden szempontból felvázolták, hogy milyen jövőkép van, és 2-3 nap gondolkodás után elfogadtam az ajánlatot. Mi a mai program az edzésem? Hát nyilván az első edzés a lányoknak elindítani az edzéseket az elsősorban az elsődleges feladatunk, illetve hát azt, hogy elkezdjék a mozgásokat, elinduljon az anyagcseréjük szépen, és elkezdjenek hozzászokni a mindennapos edzésekhez. Hogyan vágtatok bele a Ferivel a közös munkába? Hát nyilván ez a hosszú pandémia utáni szünet, ez mindenképpen nagy várakozás, nem csak a játékosokban, hanem az edzőkben is, hiszen már várjuk a munkát, illetve a meccseket, az edzéseket, mert azért egy edzőnek meg játékosnak azért kosárlabda és pálya nélkül meglenni otthon ilyen hosszú ideig, az bizony nehéz feladat. Feri elmondta egy korábbi idő interjújában, hogy sokat fogsz tudni majd segíteni neki, hiszen te járatosabb vagy a női vonalon. Ez mit akar pontosan? Hát ugye még fiziákosra 2,5 évet elhúztunk Győrben egy 2,5 éves időt, és utána pedig ugye a Pinknél fejeztem be a női részleget, hogy úgymond. Tehát voltam egy 6-7 évig a női, és előtte az utánpótlásban voltam 12-13 évig a társiba, az akkori társiba még. Úgyhogy nyugodtan fogalmazhattuk úgy is, hogy először női edzőként indultam, és utána kerültem át a Feri mellé 5 éven keresztül a férfi részlegre. Üdv újra a pályán, hogy teltek az elmúlt hetek, hónapok, így a pandémia alatt, után mesélj picit a mi újság feléd. Hát először is nagyon, nagyon régen volt ugye az első mérkőzésünk, úgyhogy most nagyon örömteli, hogy végre megkezdődtek a csapatedzések. Hát igen, nagyon nagy kiesés volt itt a vírus helyzet miatt, és az volt a szerencse, hogy Ferivel tudtunk csinálni itt május vége, júniusban egy 5 hetes kis, nem mondanám, hogy felkészülés, csak egy kicsit, hogy megmozgassuk magunkat. Hát senkinek nem volt jó, hogy leálltunk, de szerintem ki tudtuk magunkat pihenni. Én személy szerint örültem, hogy a családommal tudtam lenni. Aztán júniusban edzettünk 4 hetet, 3 hetet a felnőttekkel, az kellett már kicsit, utána én elmentem válogatottba. Volt egy 10 napos ilyen felkészülés. 10 napos ilyen válogatott, és ott kicsit tudtunk edzeni, tudtunk játszani a felnőtt csapat ellen. Annak nagyon örültem, hogy meg tudtuk magunkat mutatni. Utána viszont volt egy hónapos szünetem, annak nagyon örültem, tudtam pihenni, kicsit kikapcsolódni, de már nagyon hiányzott, hogy mozogjak, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Azért az egy hónap alatt kicsi érzés volt, hogy formába tartsd magad? Persze, próbáltam kicsit mocorogni, futni eljártam, kicsit edzegettem, kicsit dobáltam, és próbáltam azért, hogy megtartsam ezt a szintet. Hát én a karantén alatt teljes mértékben pihentem, ugyanis volt egy betegségem, amit úgy ki kellett pihennem, tehát 2 hónapom körülbelül azzal telt, hogy tényleg semmit nem tudtam csinálni. Utána ugye jöttünk edzeni ide a Ferivel, az tényleg nagyon jó volt, nagyon kellett, mert tényleg minden nap azt mondtam otthonjának, hogy hadd fáradjak el annyira, hogy lefekszek, és azt mondom, hogy most csak alszok. Úgyhogy tényleg az nagyon jó volt, utána egy hónapot válogatottban voltam, és most volt 2 hetem, akkor pedig pihentem teljesen, a családommal voltam. És most a Peac Pécsre kezded meg a felkészülést. Igen, így van. Nagyon vártam már ezt tényleg, hogy elkezdjük. Bízom benne, hogy a szezon is el fog indulni, és tényleg most csak ez mellettünk, hogy maximálisan edzünk, és arra készülünk, hogy elkezdjük a szezon. Hektikus volt, voltak nagyon mély pontok, itt főleg a karantén alatt és a bezárkózás alatt. Engem egy kicsit megviselt, hogy ilyen hirtelen lett vége az előző szezonnak, mert befejezetlennek érzem, hiszen
ez az a periódus a szezonnak, amikor valaki nagyon nagyot repülhet, vagy nagyon nagyot zuhanhat, és bennünk volt, főleg azért, mert a kupa nem annyira sikerült. Én azt éreztem a csapatban, hogy bármire képesek lehettünk volna, úgyhogy ez egy kicsit ilyen gyászos időszak volt, de utána, amint elkezdődhetett az élet, mi kint dolgoztunk Orfűn családilag, és kinnéltük a mindennapokat, úgyhogy ott már egy kicsit jobb volt, utána a PEAC-szal is sikerült megegyezni, onnantól kezdve egy kicsit nyugodtabb is voltam, és onnantól kezdve már félig a következő szezonra készültem. A magyar mag az nagyjából egy játékos kivételével mindenkivel megegyeztek az én aláírásom előtt. Aláírva nem voltak a szerződések, viszont azok a játékosok is azzal vártak, hogy kinevezzék a PEAC-nál az új edzőt. És ezután állapodtam én meg a vezetőkkel, tehát azt tudom mondani, hogy a magyar játékosok azokkal a vezetők egyeztek meg. Hozzáteszem, hogy ugye mivel nem voltak aláírt szerződések, lehet, hogy bele tudtam volna szólni, de én úgy érzem, hogy olyan játékosok kerültek a csapathoz, és olyan játékosok maradtak itt, akikkel én is kötöttem volna szerződést, tehát örülök neki, hogy itt vannak. Mennyire más a lányokkal dolgozni, mint eddig a férfi csapatokkal? Hát nem tudom, mert május végén egy 5 hetet dolgoztunk, de csak egyéni képzések voltak, tehát normális 5-5-ös kosárlabdát, kontaktokat nem csináltunk. Ezért most nagyon nem is szeretnék itt most erről beszélni, mert okoskodásnak tűnne, hogy teljesen más, semmiben nem más. Biztos, hogy más lesz, taktikailag is, technikailag is mások a lányok, mint a fiúk, de én úgy érzem, hogy egy olyan stábbal dolgozhatok, gondolok itt Szentendrei Áronra, gondolok itt az erőléti edzőnkre, akik mind a csapat javát fogják szolgálni, és úgy érzem, hogy meg lesz az összhang. Te hogy fogadtad az új mestert? Én nagyon örültem neki. Nekem nagyon tetszett Feri munkája, mindig is a fiúknál jártam, a meccsekre néztem, mindig nagyon tetszett az is, amit játszottak, és az is, ahogy Feri a pálya mellett edzősködik, úgyhogy nálam meg az sem utolsó persze, hogy magyar és pécsi, tehát azért az nagyon jó, hogy nagyon sok külföldi edzőm volt, úgyhogy ezek után nagyon felüdítő. Örültem neki, már ismertem így látásból, és kíváncsi vagyok majd, milyen lesz a közös munka. Eddig milyen a közös munka? Hát ez az első edzésünk, még nagyon nem ismerem, de tényleg pozitív vagyok. Hát én nem ismertem őt, én nyilván hallottam róla nagyon sok jót, akárkit megkérdeztem, mindenki azt mondta, hogy maximálisan meg volt vele elégedve, úgyhogy nagyon izgatottan váltam a közös munkát. Ugye abban az 5 hétben dolgoztunk együtt, nekem nagyon-nagyon sokat segített, hogy úgy visszaszereznem a formámat, és úgy menjek a válogatottba, hogy tényleg azért ne ott kelljen elkezdeni a nulláról mindent, úgyhogy nekem eddig teljesen pozitív minden. Csapat alakul? Igen, szerintem nagyon jó lesz, én nagyon jól érzem itt magam, tényleg vártam azt is, hogy velük együtt dolgozhassak. Volt, akivel még nem játszottam együtt, de voltak, akikkel már régebben is együtt edzettem, csapattársak voltunk, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jó csapatunk lesz. Én nagyon örültem neki, ugye az előző szezonban láttam, hogy dolgozik a fiúkkal edzéseken is, több fiú meccsen is voltam kint, tehát láttam, hogyan meccsel, hogyan dolgozik. Az a koncepció is, amit ő felvázolt, az is nagyon tetszett, úgyhogy én már nagyon vártam a közös munkát. A csapat is egész jól egybe maradt. Igen, mondhatjuk, sőt, akik újak, sem teljesen újak, hiszen vagy együtt nőttünk fel utánpótlásba, vagy hát aki legtávolabb van, az Kisvirág, de hát ő ellene meg már játszottunk, tehát ő sem idegen, úgyhogy mindenki ismer mindenkit igazából, úgyhogy remélem, hogy nagyon jó kis csapat leszünk idén is. Ugye én Kaposváron kezdtem a kosárlabdát, utána a Nagykanizsára mentem, és utána kerültem mind a Pécsre. Úgy tényleg itt volt az a nagyon meghatározó, nyilván Nagykanizsán is azért nagyon-nagyon sok segítséget kaptam, nagyon sokat fejlődtem ott is Kaposváron is, de tényleg ez a pécsi időszak volt nagyon meghatározó az életemben. Utána ugye 2 évig abba hagytam a kosárlabdát,
és utána a Szexárdon kezdtem újra, ott voltam 3 évet, és most ide jöttem vissza újra. Jó döntés volt visszatérni ezek szerint? Biztos vagyok benne, igen. Miben más a női élet a férfi kosár? Hát pedagógia, pszichológia mindenképpen más. A lányokkal való kommunikáció is mindenképpen más. A taktika repertoár kicsit kibővül, és egyszerűbb a férfi kosárlabda, mint a női. A nőibe egy kicsit a taktikai részek előtérbe kerülnek. Rövidesen folytatódik a kosárlabda edzés, előtte nézzenek meg egy tudósítást arról, hogy hétfőtől Petrov Anatoli Uszodának hívják az ANK létesítményét, a névavató ünnepségen stábunk is ott járt. Az éppen 80 éves Anatoli Petrov úszóedzőről nevezték el a Pécsi Apácai Nevelési Központ uszodáját. A világhírű mesteredző 1981 óta foglalkozik úszásoktatással és többek közt olimpikon úszók edzésével az ANK 25 méteres medencéjében. Az ünnepi eseményen ott volt Péter Fiatilla, Pécs polgármestere is. Hiszen annak a 40 évnek a munkáját, eredményeit számba venni is nagyon nehéz egy ilyen ünnepség keretein belül, amit mi pécsiek önnek köszönhetünk. Több ezer gyermek tanult meg úszni, értő és fáradatlan kezei alatt, fáradtságos munkát, tehetséggondozó munkája páratlan eredményeket szült, és hát azok az eredmények, amiket én sajnos fejből nem tudok, de nagyon örülök és a város nevében büszke vagyok ennek a számosságára is. 60 országos bajnoki cím, 50 országos csúcs, 18 diákolimpiai bajnoki cím fémjelzi Tolya bácsi pécsi munkásságát. Elévülhetetlen érdemei vannak a parasport terén, mivel úszói nem csak hogy 60 országos, 2 Európa bajnoki és 3 világbajnoki címmel érkeztek haza Pécsre, de 2000 óta tanítványai minden egyes paralimpián aranyérmet nyert. Tolya bácsi munkáját az elmúlt 20 évben számos állami kitüntetéssel ismerték el, és ma Pécs városán van a sor, hogy ezt megtegye. A sportolóinkért végzett csaknem 2 emberöltőnyi fáradhatatlan munkáját, azt a rengeteg energiát és szeretetet, amit a pécsi úszók kaptak tőle, mi azzal köszönjük meg, hogy a sok-sok sikert termő úszodát róla nevezzük el. Pásztori Dóra paralimpiai bajnok próbálta úgy megfogalmazni a gondolatait, mintha valamennyi tanítvány nevében beszélne, de belátta, hogy ez lehetetlen, hiszen az elmúlt 40 év során rengeteg gyerek úszott a NEFKO-ban. Nagyon-nagyon-nagyon fontos szakasza volt az én életemben, amit mi együtt töltöttünk. A mai napig emlékszem arra a pillanatra, 1995 őszén, egy délutáni edzés előtt, amikor anyukámmal megérkeztünk az uszodába, és Tolya bácsi ott térdelt a medence szélén, a sekély oldalon, és húzta be a kötelet a 4-es pályára, hova máshova. És rám nézett, és azt mondta, hogy szia Dorka! És akkor nagyon féltem, és nagyon izgultam, de abban a pillanatban, ahogy ránéztem, rögtön ez a félelem és aggodalom az egyfajta bizalommá konvertálódott, és azt hiszem, hogy ez az a bizalom, ami nagyon hangos vitáink, és reggel 6.33-as összecsapás, 5.33-as összecsapás alkalmával soha nem ingott meg. És aztán hát az évek alatt Anatoli bácsiból Tolya papa lett, Dorkából Szilvás gombóc, de ez egy másik történet. De azt hiszem, hogy akkor ő hitt valamiben, amiről fogalma sem volt. Semmi más nem volt a parasporttal kapcsolatban az ő tudásában, csak az a hatalmas és megkérdőjelezhetetlen sportági ismeret, a kíváncsiság, a nyitottság, a kreativitás, ami aztán egészen a paralimpiákig és az olimpiáig repítette, és azt hiszem, hogy mondhatom, hogy úttörője lett a parasportban, a parasportnak ebben a régióban. Ez a szakmai tudás, ez a soha el nem múló kíváncsiság és az állandó fejlődésre való törekvés repítette nagyon-nagyon sok helyre a világban, és azt hiszem, hogy ami még nagyon fontos, és minket nagyon-nagyon összekapcsolt, az a győzni akarás.
és ez megjelent a goricai röplabdapályán is, a Komjádi úszodában is, és abban a számtalan olimpiai úszodában, ahol ott lehetett és végigizgulhatta a mi teljesítményünket. Petrov Anatolijnak és feleségének Mátrai Juditnak 4 gyermeke született. Andrej, Júlia, Iván és Árpád. Közülük Iván, aki szintén úszóedző, mondott köszöntőt. Amikor ő megszületett 1940-ben, ugye egészen más problémákkal küzdöttek az emberek, mint ma. Tehát nem az volt feltétlenül a lényegi kérdés, hogy mi a wifi jelszó, vagy hogy a legújabb iPhone mikor jön ki, hanem nyilván az, hogy lesz-e valóban étel az asztalon, és hogy megéri az ember a holnapot. Ez egyfajta körülmény volt, és nem nagyon hivatkoztak az emberek arra, hogy hát azért nem sikerül, mert ezért nem sikerül, mert éltek a mának szó szerint egyik napról a másikra. Aztán jött 1984, ami nem csak egy nagyszerű könyv Orwell tollából, de megalakult az ANK úszóklub, ha jól tudom, ma javíts ki, kérlek. Ezekben az időkben születtünk mi Árpád bátyámmal, aki idősebb, mint én a látszat ellenére. És valamikor azt látom, hogy párok, százai, ezrei, egy csomó baráti körből azon küszködnek, hogy mikor lesz végre gyerek, amikor kiderült, hát mi egy nem feltétlenül tervezett gyerek voltunk, és amikor kiderült, hogy ikrek leszünk, akkor nagymamám összecsapta a kezét, és azt mondta, úristen, ti éhen fogtok halni. Tehát változtak az idők, változtak a körülmények, megépült az uszoda, édesapám elkezdett dolgozni, és ebből a pici lakótelepi medencéből bizony a világ minden pontjára eljutottak emberek. Van, aki természetesen a legnagyobb magasságokban, mint Dóri, vagy Tomi, vagy az én drága feleségem Zsú, olimpián jártak, és tulajdonképpen sztárúszók lettek, és van, aki Szingapurban edzősködik, van, aki Amerikában dolgozik, mint építési vállalkozó, mindenki eljutott valahova. És amikor a magyar sport soha nem látott sikereket él meg, és soha nem látott anyagi támogatást, akkor ugye nagyon gyakran a körülményekre hivatkoznak az emberek, hogy majd, ha javulnak a körülmények, majd, hogyha ez lesz, majd, hogyha az lesz. Itt nem voltak javuló körülmények, és én azt szeretném, hogyha bárki erre az uszodára ránéz, még akkor is, ha már romokban fog állni, de ez a névtábla megmarad, akkor az jusson eszébe, hogy milyen körülmények között kellett embereknek helyt állni, első világháború, második világháború, szocializmus évei, modern korunk napjai, és az ember az mindig tudott hozzá alkalmazkodni. És a legfontosabb körülmény az te magad vagy. Én azt szeretném, hogyha bárki, aki itt volt, bárki, aki ránéz erre a táblára, jusson eszébe, hogy a legfontosabb körülmény, amin bármikor tudsz változtatni, az te magad vagy, soha ne hivatkozzál arra, hogy mi történik a világban. A beszédek után Pavlovics Attila, a Pécsi Kulturális Központ igazgatója, és Péterfi Attila polgármester leplezték le az uszoda új névtábláját. Petrov Anatolij annyira meg volt hatva, hogy a könnyeivel küszködött. Stábunknak azért elárulta, hogy mi a siker titka. Rendesen kell dolgozni. Nem kell csinálni intriga. Rendes kell lenni. Menni minden nap, reggeli, délután. Tolja bácsi a névavatón ünnepelte 80. születésnapját, úgyhogy az esemény végén a torta sem maradhatott el. Lehet képes ez a csapat szerinted a előttünk álló szezonban? Hát remélem, hogy lelkesedésben nem lesz hiány, ahogy én figyelem, és hát csapatként funkcionálva szerintem biztos tudunk szép perceket okozni a szurkolóinknak. Nagyjából tudjuk az erőviszonyokat, tehát ezen nagyon sok csapat ugye folyamatosan jelentette be az igazolásait. Nem tudnék meg erre válaszolni. Én nagyon örülök neki, hogy ennyi magyar van a csapatban. Én ennek mindig is örültem, hogyha tényleg nem az van, hogy a légiósokra helyezzük a fő hangsúlyt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki tetre kész és bizonyítani akar ebből a csapatból, úgyhogy egy jó kis csapat tud kovácsolódni. Mit tudnál üzeni a szurkolóknak?
hogy nem tudom, mi lesz a helyzet. Az a probléma, hogy nem tudom, hogy itt a vírus helyzet miatt tényleg nem tudok erről még mit mondani. Én nagyon szeretném, hogyha követnék a csapatot és szurkolnának nekünk. Ezt majd meglátjuk, hogy milyen módon tudják megtenni, úgyhogy hajrá, Peac! Nagyon fiatalok vagyunk, ami nem tudom, hogy előnyünkre lesz, vagy hátrányunkra. Az biztos, hogy próbálunk mindent kihozni magunkból, próbáljuk majd a maximumot nyújtani, és remélem, hogy egy nagyon jó szezon fogunk tudni futni. Én mindenképp azt várom, hogy tényleg mindenki ki tudja magából hozni a maximumot, csapatként is tényleg nagyon jól összeálljunk. Szerintem a mi előnyünk az lesz, hogy szinte majdnem pécsi játékosok vannak, ugye két légióson kívül mindenki magyar játékos. Szerintem nagyon-nagyon jó csapatunk lesz, és együtt bármire képesek lehetünk. Mire lehet képes majd a Peac? Ez még nagyon sok mindentől függ. Egyrészt, hogy mennyire tudunk a pályán is mi is együttműködni, annak ellenére, hogy pályán kívül akár ismerjük egymást, azért pályán is össze kell szoknunk, illetve attól is fog, hogy a többi csapat hogyan fog tudni még igazolni, hogyan fognak ők összeállni. De hát bármi megtörténhet, illetve hát reméljük, hogy a vírushelyzet nem változik rosszabbra, és ténylegesen tudunk majd játszani, és a bajnokság az elejétől a végéig le tud futni majd. Figyeld a rivális csapatoknál, hogy hogyan alakul a nyári felkészülés? Persze figyelgettük itt az igazolásokat, átigazolásokat, az azért látszik, hogy a Szekszárd és a Sopron egy nagyon komoly kereketet tudott összehozni, de szerintem a Miskolc is nagyon jó igazolásokat tudott véghez vinni, ezen kívül a csata és a TF is szerintem erősödött az előző szezonhoz képest, de bármi megtörténhet ebben a bajnokságban is, azt kell, hogy mondjam. Neked milyen szereped lesz majd ebben a csapatban, hogy látod? Meglátjuk, még alakul, még megismerjük egymást is, az már biztos, hogy egy rutinosabb játékosnak számítok most itt. Remélem, hogy tudom kamatoztatni saját részemről is, és segíteni a többieket is, de az első cél az, hogy csapatként jól funkcionáljunk, és remélem, hogy ebben tudok egy olyan összekötő elem lenni, vagy kapocs lenni itt a vezetőség és a többi csapattárs között, ami ezt előre segíti majd. Csapatszinten ugye ezt a fiúvonal is mindig elmondtam, látjuk, hogy ki hogy erősít, de nem lehet előre megmondani, hogy ki milyen erős lesz. Mi elég valószínű, hogy két légiósra fogunk neki vágni a szezonnak, ami azt jelenti, hogy nagyjából nálunk lesz a legkevesebb idegen légiós, viszont el lehet mondani, hogy a magyar magunk az meg nem gyenge. Ebből a két lehetőségből kell összegyúrni egy olyan csapatot, hogy minél jobban szerepeljünk, tényleg itt nehéz helyezésekről beszélni. Én úgy érzem, hogy azért még jövőre nem fogjuk veszélyeztetni a Szekszárnak és a Sopronnak esetleg a döntőbeli részvételét, de nagyon szeretném, ha a játékosok egyénileg is úgy fejlődnének, hogy esetleg 2-3 év múlva tényleg fel tudjuk venni a versenyt a Sopronnal és mondjuk a Szekszárdal is. Ennyi volt már a sportműsor, köszönöm a figyelmet. Ha korábbi adásainkat visszanéznék, akkor ezt megtehetik a Pécs TV YouTube csatornáján. Találkozunk egy hét múlva is, addig is minden jót, viszontlátásra!